Drága barátaim, sok szeretettel köszöntelek benneteket, és minden kedves tanuló társunkat ezen a kora reggeli órán. Tegnap egy kicsit matekoztunk, ma nem matekozni fogunk, hanem elmegyünk egy kicsit a misztika irányába. Egy kicsit a misztika irányába. És ahogy a címből is látjátok, izgalmasabbnál izgalmasabb kérdések jönnek. Ugyanis tegnap már elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy ugye 4 pohár bort kell inni a széder este. És felvetődött a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy 4 pohár bort iszunk, amikor van egy probléma a páros számokkal. Ugye beszéltünk róla, hogy van az úgynevezett zugois fogalma. A zugois az szó szerint azt jelenti, hogy párosak. Miről van szó? Arról, hogy a Talmudban többször szerepel, hogy a páros szám, különösen például a páros számú ital, vagy bizonyos páros dolgok, ahogy ezt tegnap már mondtuk, hogyha valaki párosan iszik, ha párosan eszik, hogyha párosan tisztítja meg magát, hogyha a párosan végzi a dolgát, és így tovább, bármit is jelentsen ez, ezt majd később tisztázzuk. Az egy rossz jel, az egy rossz ómen, akkor magára hívja a szellemek bántását, vagy a szellemek kártevését. Ez egy visszatérő téma, itt most viszonylag hosszan fogunk ezzel foglalkozni, körülbelül egy-két napon keresztül még igen részletesen ki fogjuk elemezni a páros számoknak a különböző típusait és fajtáit. De érdemes egy kis bevezetést tartani, mert bevezetés nélkül lehet, hogy egy kicsit így se lesz könnyű érteni, hogy pontosan mit akar ez mondani, de hát egy kis bevezetést azért muszáj tartani. Ugye többször beszéltünk róla, hogy a szellemek és az összes ilyen misztikus mágia, szellemek és így tovább, ami a Talmudban szerepel, visszatérően, ezzel kapcsolatban vita van a kommentárok között, vagy a középkori talmudi kommentárok között, hogy hogyan kell értelmezni ezt. Van a Rambam. A Rambam azon az állásponton van, a Maimonides, hogy ez az egész, ez egy butaság, és mindaz, amit a Talmud említ ezekkel kapcsolatban, azok valamilyen elvont, átvitt értelmű tanítások, és nem szó szerint értelmezendő. És az a tény, hogy a Tóra tiltja a legkülönbözőbb féle mágiával és varázslással kapcsolatos tevékenységeket. Ugye vannak konkrét tilalmak. A Tóra azt mondja, hogy nem szabad a hónajból beszéltetni, meg a koponyát életre hívni, meg nem tudom, vannak különböző ilyen tilalmak a Tórában, érdemes megnézni, elsősorban Mózes 3. könyvének 17-es fejezetét, és Mózes 5. könyvének 32-es fejezetét. A Rambam Maimonides azt mondja, hogy mindezek a dolgok, amelyek az ilyen mágikus cselekedetekkel kapcsolatosak a Tórában, azok nem, semmiképp nem szó szerint értelmezendők, és éppen azért tiltja a Tóra, mert azon az állásponton van, hogy ezek butaságok, és az emberek butaságra ne adják a fejüket. Nem azért tiltja a Tóra, mert ezekben van valamilyen tachlesz, van valamilyen valóság, és ettől akar minket távol tartani, hanem azért tiltja a Tóra, mert ezek butaságok, és a Tóra tiltja a butaságot. Ez a Maimonides véleménye, és ennek megfelelően, ugyanúgy, ahogy ezt a véleményet kifejti a Tórában szereplő mágiákkal, ezotériával kapcsolatban, azt mondja, hogy az asztrológia is ebbe a kategóriába tartozik. Az asztrológia az első lépés a Maimonides szerint a bálványimádás felé. És a Talmudban szereplő mágikus
fogalmakkal, mint például az, amivel most foglalkozni fogunk, a zugoiz, a párosok fogalmával, azzal kapcsolatban is a Maimonides azt mondja, hogy ezeknek nincsen ilyen szó szerinti értelmük, vagy a szószoros értelmében vett értelmük, hanem ezeknek valamilyen elvont magyarázatuk van, valamilyen spirituális magyarázat, metaforikus magyarázat, és amikor olyan részletekbe megyünk, hogy mondjuk hány pohár bort lehet inni, mert hány pohár bornál leselkedik ránk a párosok veszélye, és hány pohár borban nem leselkedik ránk a párosok veszélye, akkor ez mind-mind valamilyen átvitt értelmű metaforikus tanítás, amelyeknek a nagy része számunkra felfoghatatlan és megérthetetlen, és ez egy tulajdonképpen egy kódnyelv, amiben a Tóra fogalmaz, de nem szó szerint kell érteni, hogy itt szellemek meg hasonlók vannak. A Meiri, aki követi a Maimonidesnek ezen tanítását, ő a Talmudban mindvégig próbálja is megtalálni ezeket a metaforikus jelentéseket. Ez általánosságban a Rambam, a Maimonides véleménye. Van egy egészen más megközelítés is, és ez a Nachmanides véleménye. A Ramban, a Nachmanides azt mondja, hogy mással van dolgunk. Szerinte igenis léteznek ezek a mágikus erők, léteznek szellemek, létezik mágia, létezik ilyen értelemben a Tórán kívüli, sőt a Tórával ellentétes spiritualitás. Tehát, hogy arról van szó, mondja a Nachmanides, hogy az örökkévaló, amikor megteremtette a világot, azért, hogy akkor úgy teremtette meg, hogy az embernek mindig legyen választási lehetősége a jó és a rossz között, ezért a rossznak, a sátáninak, a negatívnak is adott erőt, ez az erő is Istentől fakad, de ezt az erőt, ezt föl lehet pontosan azért, hogy az embernek a szabad választása ne vesszen el, ezt a mágikus erőt is, ezt a negatív, rossz energiát, ezt el lehet vinni a mágia révén valamilyen a természet fölöttinek tűnő erő irányába. Tehát, hogy a spiritu létezik bűnös vagy negatív spiritualitás. És ő nem és szerinte, amikor a Tórában azt mondja, hogy nem tilos szellemeket előhívni, meg tilos beszéltetni a koponyát, meg hasonlókat, amik különböző ilyen tórai időből származó mágikus gyakorlatok voltak, azt nem azért tiltja csupán a Tóra, mint ahogy a Maimonides mondja, mert ezek butasságok, aminek semmi alapja nincsen, és csak szemfényvesztés, és a zsidók ne foglalkozzanak szemfényvesztéssel, hanem azért tiltja, mert ezekben valóban van energia, valóban van bennük kraft, csak ezek az energiák, bár spirituálisak, bűnösek, és ezért tilos ezekkel kapcsolatban lépni, vagy ezeknek helyt adni. És ennek megfelelően a shading, azok a szellemek, amelyekről itt szó lesz, akik akkor tudják támadni az embert, hogyha páros számokkal variál, ezeknek is van valóság alapja, a Nachmanides szerint, és nem egyszerűen egy babonáról van szó, egy alaptalan babonáról, hanem olyanról, amiben valóban van valamilyen spirituális energia, hogyha ez az energia bűnös is, de ez az energia létezik. Ez tehát a Nachmanides véleménye. Most a különféle mágiákon és ilyen varázslásokon és szellemeken és stb. Belül egy központi terület ez a zugoiz. A zugoiz, zugot, az szó szerint azt jelenti héberül, hogy párok. A Talmudban már foglalkoztunk ezzel, a párokkal, de mi a lényege ennek? Az az, hogy valahogy a szellemek jobban támadnak, az embert le tudják támadni, hogyha ha dolgokat párosan csinál. Ez egy nagyon misztikus dolog. Ugye tegnap kezdtük ezt említeni a páros számú pohárbor kapcsán. Van ennek is egy metaforikus magyarázata, aminek az a lényege, hogy a párosság, ez a, a, ez a, ez,
nem is metaforikus, inkább mondjuk kultúrtörténeti, vagy civilizáció történeti magyarázata, hogy ez a párosság, ez a páros dolgoktól való félelem, és ezeket a szellemekkel való, ezeknek a szellemekkel való összekapcsolása, ez egy teológiai vitára vezethető vissza, a monoteizmus és a dualizmus vitájára. A dualizmus alatt nem a osztrák-magyar kiegyezés rendszerére gondolok, hanem a teológiai, a gnosztikus dualizmusra, ami arról, ami különböző ősi vallásokban a világot két oldalra osztotta föl, a jó és a rossz oldalára, és nem egy Istenben, egy eredendő erőben hitt, hanem két pólusúnak gondolta a világot, egy pozitív és egy negatív pólusnak, és ezeket ezt a pozitív és negatív pólust ezt egymással versengőnek és egyenrangúnak képzelte, ugye van a sátáni és az isteni, és ezek egymástól független, vagy egymással versengő és egymással szemben álló erő, ez volt az elképzelés, és ennek a gondolatnak ahonnan ered a pároktól való tartózkodásnak a lényege. Magyarul, hogy a párosság, valaminek a párossága, az kifejezi ezt a gondolatot, hogy a világ is páros, párokban mozog, és ez a párosság, ez a monoteizmus tagadása, és ezért tartózkodjunk a páros számoktól. Nem mondom, hogy ez kevésbé misztikus, de mindenesetre valami fajta magyarázatot ad mindarra, amit ma fogunk tanulni. Oké, akkor szerintem innen induljunk. Azt mondta a Bright, amit tegnap idéztünk, hogy az ember, még egyszer felolvasom, az ember Tánya, le jöjjel adom tré, az ember ne egyen pároson, ne igyon párosan, lejjel ne jár tré, ne törölje meg magát pároson, miután a dolgát végezte, vagy lejászet szrachov tré, és ne végezze a dolgát itt a pároson. A dolog végzés párosan az a nemi életet jelenti. Tehát ne éljen pároson nemi életet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyszer egymás után kétszer végez nemi életet. Oké. Akkor nézzük ennek a kifejtését. Ugye rögtön ezzel kezdi a Talmud. Azt mondja, löj ászet szrachot. És ugye, még miért belekezdünk, szeretnék mindenkit lélekben felkészíteni, hogy sok fordulat ebben az amúgy nagyon misztikus témában a Talmudtól megszokott módon viszont érdekesen nagyon gyakorlatiasan van megközelítve. Tehát, hogy az egyik oldalról beszélünk egy misztikus fogalomról, a párosságnak a problematikájáról, a másik oldalról viszont a Talmud ezeknek úgy megy neki, mint hogyha egy ilyen halakhikus kérdésről van szó, hogy akkor pontosan mikor lehet páros, mikor nem lehet páros, és ez még érdekesebbé teszi a témát. Most itt rögtön látszik az első példánknál, azt mondja a Talmud, hogy jászet szrachov tré, az ember ne éljen párosan nem életet, és a Talmud rögtön megkérdezi, máj, nimlachu? Szóval a Talmud, tehát ez nem, ha valaki párosan él nem ilyen életet, ami azt jelenti, hogy duplán csinálja, magyarul, hogy megtörténik a örömszerző aktus, és utána rögtön újra kezdi, és egy újabb örömszerző aktusba kezd. Ezt nem lehet párosnak nevezni, mert a páros az azt jelenti, amikor valami tényleg együtt jár. De amikor valamit befejeztem, és újra kezdem, akkor az nem tekinthető párosnak. Ugye ebben az esetben nimlachu. Ugye általában, amikor valaki túl van az örömteli aktuson, akkor rögtön utána nem szokott kedve lenni egy újabbra. Ha mégis újra kezdi, akkor azt jelenti, hogy ez nem az eredeti elképzelés volt, hanem ez már egy új aktus. Hogy nem dupla aktus van, hanem egy új aktus. És ezért
Azt mondja a Talmud, ez nem értem, mondja a Talmud, hogy hogyan lehet ezt párosnak nevezni, amikor ez nem pár, itt nem párokról van szó, a pár az eleve együtt jár. A nemi örömöket senki nem gondolja eredendően úgy, hogy na, akkor meg lesz az aktus, és utána rögtön csak még egyet, mert az ember általában rögtön az aktus után nem kívánja, hogy még egy legyen. Amara bája, akik amár le jöjjhált ré, ve jászett szraha, ve le istet ré, ve jászett szraha, ve finupá máhát, dilma halisum írta. A bája ezért az egészet másképp magyarázta, és azt mondta, hogy van egy felsorolás a Brájtában, az ember ne egyen párban, ne igyon párban, stb. És ne végezze a nemi aktust. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy az ember, ha mégis evett párban, duplán, vagy ivott duplán, akkor ne végezzen egyáltalán nemi aktust. Miért? Mert a nemi aktus az egy nagyon sebezhető pillanat, az ember nagyon sebezhető lélekben, spirituálisan a nemi aktus közben, és hogyha kitette magát a szellemek veszélyének a párban való evéssel, a párban való ivással, akkor a nemi aktus közben fogják megtámadni, és ezért, ha már megtörtént, és duplán evett, duplán ivott, akkor ne végezze egyáltalán a nemi aktust. Tanulában a Seiszeki Flying Damobiről is ennek kapcsán azt mondja a Talmud, ha valaki duplán iszik, és baja lesz, damoj be rosoly, az ő feje felelős a véréért. Vére a fejében, vére a fején. Ez azt jelenti, vannak esetek, amikor az embernek valami baja esik, és azt mondjuk, hogy az örökkévaló a sors keze intézte így. Viszont ha valaki duplán evett, azzal nem vigyázott magára, akkor ha baja esik, akkor az ő baja, az nem Isten akarta, az nem Isten, az isteni büntetés, vagy terv valami miatt, hogy ez kell történjen vele, hanem ezt ő maga, a bajt maga hozta magára. Amara mi udáim masszájb, ez bánsalai rapnél suk. Amar rapnél suk, arra suszba jadai. Rav Júda azt mondta, hogy ez csak akkor van így, hogyha nem ment ki időközben az utcára. Ha kiment az utcára, és utána kezdi újra az ivást, az már nem számít dupla ivásnak. Don't ask me what it means. Nem, fogalmam sincs, ez mit jelent. Amara másik, ha zinelére, ha ninabár bibi, de akkol kassa, hava nafik, ve haze apik suka. Láttuk, mondja Rav Ási, Nafchanina bár Bibit, aki minden pohár után kiment az utcára. Amikor iszogatott, nem akarta, hogy dupla legyen az iszogatás. Hogy lehet elérni, hogy ne legyen dupla az iszogatás? Hogy minden pohár között kiment az utcára és visszajött. Akkor ez mindig egy újrakezdés. Akkor ahelyett, hogy számolod, két megoldás van, vagy számolod, hogy ne legyenek dupla poharak, vagy ha nem akarod számolni, akkor mindig menj ki, gyere vissza, és akkor mindegy, hogy mennyi, az nem lesz páros. Azt gondolod, hogy ez vicc? A Talmud ezt fogja mondani, volt egy rabbi, aki a 16. pohár után már nem tudta számolni, és innen jött a baj. Velaj Amran, el a lacész, la derech, ával de beszaj laj. Azt mondja a Talmud, és mindez mikor igaz? Akkor, hogyha úton van, hogyha nem otthon van, de ha otthon van, akkor nem kell kimenni az utcára. Amran, azért nisrenk lacész, la derech, dami, azért azt mondta, hogy ha valaki alszik, akkor az olyan, mintha kimenne. Ha valaki kimegy a mosdóba, akkor az is olyan, mintha kimenne az utcára. Be beszélj, laj van, rab, mánik, suri. Azt kérdezi a Talmud, csak hogyha otthon van, akkor nem kell kimennie? Hát látjuk azt, hogy rab mégiscsak kiment. A bájeki sasszichát kasszam, nakit, émét, rej, kasszam, betrej, adé. És a bájének például az volt a szokása, hogy hogy került el azt, hogy dupla poharakat igyon, hogy amikor ivott egy pohárral, az anyja már tartott két másik poharat a kezében. Hogy soha, hogy mindig páratlan számú poharat igyon. Akkor az anyja, aki tartotta a következő poharat, az nem egyet tartott, hanem kettőt. Itt van egy Talmud, felteszek kérdés, hogy furcsa, mert a bájénak nem volt anyja, mert egy árva gyerek volt. Ez csak megerősíti, hogy az egész ez egy ilyen metaforikus, vagy valami misztikus jelentése lehet. Rav Nachman bár Yitzchak jáv és taszetre egy kasszé, mert nákét le, hogy sem állják hát kassza. Rav Nachman bár Yitzchaknál pedig az volt, hogy amikor elért a második pohárhoz, akkor a szolgája jött egy harmadik pohárral, hogy nehogy páros legyen. Hát kasszom, nákét le, trej kasszé, amikor pedig egy poharat ivott, akkor két poharat hozott
a szolga. Mindig annyi pár volt a szolgánál, hogy soha ne párossal fejezze be a mester. Azt mondja, Talmud, Adam, Hasuf, Sájni, mindezek a példák, amelyek az otthonában történtek az embernek. És mi az előbb azt mondtuk, hogy otthon nem veszélyes párosan inni, csak hogyha úton van, akkor hogyan lehet ezt, hogyan lehet a, ezt, ezt a ellentmondást feloldani? Azt mondja, Talmud nagyon egyszerű, ha egy fontos emberről van szó, akkor rá nem vonatkozik ez az egész. Amarul a szarakais, ez én bahem misum zugais. Ula megy tovább, és azt mondja, ez a páros szám, ez meddig tart? Ula szerint 10 pohár fölött már nincs páros szám probléma. Ula lett a mély, de amár ula van, amilag ezt nisza tanál, szarakais, ez tiknak a hamin beisz ever. Ula ezzel a saját más helyen kifejtett véleményét követi, mert Ula egyszer azt tanította, hogy a beisza avel, a gyászolónak az a otthonában, amikor otthon gyászol, akkor a 10 pohár bort kell meginnia. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de valami olyasmi lehetett, hogy a gyászolót leitatták magyarul. Hogy amikor hazament és volt a gyász, hogy mondják, ez gyászlakom, vagy nem gyászlakom, magyarul van erre egy szó, a gyászolónak a gyásztor, halottitor, akkor 10 pohár borral itatták meg. És ennek az alapja, az a Mislében, a példabeszédekben van, amikor azt mondja a 31-es fejezetben, Nú séhala övédve jájn le mare nefes, adjatok sört a veszettnek és bort a keserű lelkűnek. A keserű lelkű az a gyászoló. De mindenképpen mit látunk, hogy 10 pohárral itatták le. A 10 pohár probléma lenne, a párosság miatt, akkor nem lehet, hogy 10 poharat adnának neki. Aki innen veszi, ula, hogy a 10 pohár bor az nem számít problémának. Mi inszálkadálytak a szarakaisztésben is a szakona, és kell mire mondani, hogy nézzed át, hogy azt hiszem, kona, oké. Ával támin a jésben misum zubaisz. Ula viszont azt mondja, hogy a 10-re nem vonatkozik, de a 8-ra igen. Na frizda, ve rába, bára funa, de amrita vájú, salaj letoiva, Mitztáref, le ra, le mitztáref. Megyünk tovább. Ugye mit mondott Ula? Ula azt mondta, a 10 fölött már nincs probléma. A tíz is jó. 10 és a fölött már ez nem probléma. Jön Rav Chisda, és azt mondja, már a 8 és az a fölött sem probléma. Miért? Tudjátok, hogy van a papi áldás, amit mondunk, ugye a Tórában benne van így kell Yevarechecha Hashem veYishmerecha. Yoer Hashem Panov Elecha Vichunecha. Yiso Hashem Panov Elecha VeYosem Lecha Sajnálom. Oké? Most, ugye mi ez a... Csak ne a tábla benne legyen a... Oké? Mi ez a... Ugye ez a papi áldás. Ennek a papi áldásnak egy misztikus védő szerepe van. Ugye nem tudom, jártatok-e a Fajt Asher Rabbi zsinagógájában, a kis középkori imaházban, a budai várban. Ott a falra föl van rajzolva egy Dávid csillag, és a Dávid csillag köré föl van írva ez a papi áldás. Miért? Mert Sejber Sándor azt mondja, hogy azért, amikor ezt föltárták, mert szerinte ezt akkor írtatták föl az imaháznak a falára, rajzolhatták fel ezt a freskót, amikor a Habsburgok éppen próbálták visszafoglalni a budai várat, és nagyon féltek az ostromtól, és ez egy ilyen védő szöveg. Azon túl, hogy a papok mondják, ez az egyik legősibb áldás, egy védőszöveg. A védőszöveg hány szóval áll? Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, Yoer Hashem Panov Elecha Vichunecha, Yiso Hashem Panov Elecha v'yosem Lecha Shalom. Akkor az első sor áll három szóból, a másodikár öt szóból,
a harmadik áll 7 szóval, az összesben van 60 héber betű. Ez majd erre visszatérünk. Oké? Okay. Mit mond Rav Chisda és Rába? Azt mondják Rav Chisda és Rába, hogy a 8 sem probléma már. Miért? Mert a 7. szó az mi? Az utolsó mondatban, Shalem, béke. A 7-es nem fog rásegíteni a 8-asra, nem fog csatlakozni a 8-ashoz, hogy problémát okozzon. És ezért a 8-as az már nem probléma. Oké? Okay? Bocsánat. Ával sita és bambisumzó vagy, de a 6 az még gond. Megyünk tovább. Ráva, de Rav Jaiszef, amrit ráváljunk, Ráva és Rav Jaiszef viszont azt mondják, hogy már a 6 sem probléma. Miért? Mert a vihuneko, a második szó, a második mondatnak az utolsó szava, a vihuneko, az az 5-ös. Hogy felét fordítsa, vagy tegyen veled jót, vihuneko, ez az utolsó szava a második mondatnak. És az sem fog csatlakozni a 6-hoz. Tehát már a 6 sem gond. Nem csak a 8 nem gond, a 6 sem gond. Ávalád baj, és misről misunk zugaj. De a 4-jel van gond. Megyünk tovább. A bájvera, de amrit ravájv ismere, ha a lentaim, amit sztalapod rá, amit sztalap. Azt mondja a Talmud, a bájes rave szerint a 4 sem gond. Miért? Mert az első mondatnak az utolsó szava az, hogy meg fog téged védeni. Ismerecha. Az a 3-as. És a 3-as nem csatlakozik a 4-eshez ahhoz, hogy probléma legyen. Most ez nagyon érdekes. Nem akarom spoilerezni a dolgot. De ugye nagyon furcsa ez az egész. Azon túl, hogy az egész önmagában furcsa. De mi? Az első vélemény nem tudta, hogy a második mondatban az 5-ös, az első vélemény meg a 3-as? Ugye mit mondott? Az első vélemény szerint a 8 nem gond, mert itt van ez a szó, Shalom. A 7 nem fog csatlakozni a 8-hoz. Ezért a 8 az már nem probléma. Azt mondja a másik, jó, de a 6 sem gond. Milyen? Itt van ez az 5-ös, az nem fog csatlakozni a 6-hoz. Azt mondja, jó, de a 4 sem gond, mondja a következő vélemény. Itt van a 3-as. Ez nem fog csatlakozni a 4-hez. És ő nem tudta ezeket? És ő nem tudta? Mi itt a vita? Nagyon furcsa ez. Ha tényleg ennek a mondatnak van valami misztikus jelentése, akkor mit jelent az, hogy ő szerinte csak az utolsó mondat, szerinte a középső, szerinte az első? Nagyon, nagyon nehezen érthető. Igen? Jó, ez egy lehetséges magyarázat, de lesz egy sokkal szebb, átfogó magyarázat az egészre. Még kis türelmet kérek, egy pár perc múlva csak nem akarom lelőni, mert a végén fog kiderülni, hogy az egész tulajdonképpen miről szól. Oké, Amar Rav Yosef. Bocsánat, Vázda Rave letemeid, Rave afki nule rabonon, és Rave, aki azt mondta, hogy a 4 sem gond, látjuk, hogy ő a saját véleményét követi, mert Ravenek az volt a véleménye, vagy látjuk, hogy amikor elköszönt a rabbi társaitól, akkor adott nekik 4 pohár bort. Váfagáb de itzák, rabbe bárni vai, lajhas léle milsza, de amara humisum, de ősz van, de pirkahám. Hát ő kifejezetten nem foglalkozott ezzel. Annyira nem, hogy amikor elköszönt, és ő búcsú buli volt, mindenkinek 4 pohár bort adott. Látták később, hogy az egyik tanítványa, rabbe bárni vai, az annak valami baja esett, miután elköszöntek tőle, és mondták neki, hogy hát mester, nem lehet, hogy mégiscsak vigyázni kéne ezzel a 4 pohár borral, mert valószínűleg ezért esett baja. Nem ezért esett baja, azt mondta, nem a szellemek miatt. Azért esett baja, mert a Jóisten megbüntette, azért, mert szemtelenkedett velem az óra közben. Milyen szemtelenkedett? Hogy amikor mondtam a tanítást, akkor belekérdezett, és direkt kötekedve kérdezett bele, és ezért büntette meg az Isten. Semmi, nincsenek szellemek, hanem egyszerűen ez volt a probléma. Oké. Amrav Yosef, Amali Yosef, Sivás, Medai, Malkad, a Sidi, Munahu, a Kulazugi. Hú, most jön az igazi misztika. Azt mondta Rav Yosef, nekem azt mondta Yosef a szellem, Rav Yosef azt mondta, nekem azt mondta Yosef a szellem, hogy Ashmedai, hallottatok Ashmedájról? Senki nem ismeri Ashmedájt?
Ásmedály, ő a királya a szellemeknek, de ő maga, a király, ő nem okoz problémát. Ő nem bánt senkit. A szellemek bántanak, de ő a király, ő nem bánt senkit. Ásmedály, az Lehavdila, azt hiszem, hogy a perzsa kultúrában is, a szellemek királya. A főszellem. És azt mondta nekem, József a szellem, hogy figyelj, elárulok egy titkot. Ásmedály tényleg ő a király. De a király nem piszkosítja be a kezét, hogy ártson valakinek. Ő csak rendezi a dolgokat, de ő maga nem árt senkinek. A ikad ámri la haigisza, áderábe malka raszhanahu, majde baid avid, és a meleg pöjrét látszik a derekve, én majd ki mi adai. Mások szerint viszont nem így van, hanem pont fordítva, ő a király, a királynak minden akarata teljesül, ahogy tudjuk, hogy meleg pöjrét geder, a király azt mondja, hogy itt át kell vágni ezt a hogy is hiákot ezt a geder, no? Kerítést, akkor azt a kerítést is átvágják, tehát Ásmedálytól kell a legjobban félni, mert ha ő a királya a szellemeknek, akkor bizonyára ő okozza a legtöbb problémát. Amarav papa, mindjárt nem, még egyszer nem akarok spoilerezni, úgyhogy várjuk ki a végén. Amarav papa, amarav Yosef Shiva. A papa azt mondta, hogy ugyanez a Yosef szellem nekem azt mondta, betrej katlinan, beárba löj katlinan, beárba maszkinan, betrej. Bejbe sajgék, bejbe mézit, beárba be mézit, imbe sajgék löj. Azt mondta nekem, figyelj, ha tudni akarod, hogy hogy működik ez, elárulom neked. Ha párosról van szó, ha két poharat ittál, akkor az halálveszély, életveszély. Ha négyet ittál, az már nem életveszély. De ha négyet ittál, akkor nem életveszély, de mégis valamilyen veszély van. Bántani fogunk. Betrejbe sajgik, bejbe mézik. Még egy különbség, hogy amikor kettőt ittál, akkor ott akár véletlenül, akár szándékosan ittad a kettőt, ott ártunk neked. Ha négyet ittál, akkor csak akkor ártunk, ha szándékosan ittad a négyet, és nem véletlenül. De így istenéve ikrive nafak majtakánté. Most akkor a tanul azt mondja, jó, értjük. De mi van, akkor valaki elfelejtette ezt, és mégis párosával csinálta a dolgot. Páros számú bort ivott. Linkaj zivkva didej, de jemine bedide de smale, de zakva de smale bedida de jemine, akkor csinálja azt, hogy fogja meg a jobb hüvelykujját a bal kezével, és a bal hüvelykujját a jobb kezével, nem tudom, hogy lehet megcsinálni, valahogy így. És mondja a következő szöveget. Venéma hachi. Atumba anno hatlata. Én és ti, már a két ujjak, hárman vagyunk. Mi is sem jelé, de amár atumba anno haarba. Nem, bocsánat. Hogy van? Igen. Én és ti, igen, hárman vagyunk. És hogy erre hall egy választ, egy égi választ, ami úgy szól. Mi is sem jelé, de amár atumba anno haarba. Én meg ti négyen vagyunk, néma lé átunvánó alhamisa, akkor mondja azt, hogy én meg ti öten vagyunk. És erre hallja azt a választ, hogy igen, de én meg ti hatan vagyunk, akkor mondja azt, hogy én meg ti heten vagyunk. Történt egyszer, mondja a Talmud, hogy valaki így folytatta a párbeszédet a szellemekkel, egész addig, amíg 101-hez ért. Amikor elérte a 101-hez, pakasida, fölrobbant a szellem. Hogy hitták azt a filmet, a szellem... Ghostbusters, hogy mondják? Szellemírtók. Egy angolul bust, azaz robbantók, ugye? Gondolom. És itt is arra van szó. A szellemek mindig válaszoltak, hogy ők páros, hogy itt párosról van szó. Ő mindig mondta, hogy nem, páratlan. Végül már nem bírta tovább a szellem, 101-nél fölrobbant. Érdekes követően, hogy misztikus magyarázat, miért éppen 101-nél? Miért adta föl 101-nél a szellem? Azért, mert 101 van a Malach Michael. Ugye Michael angyal. Michael. Mihály angyal. Ark angyal, így mondják? Mennyi a Michael angyalnak a számértéke? A Mem az 40, a Jud az 10, a Haf az 20, az Alef az 1,
A lamed az 30. Akkor az összesen mennyi? 101. És a Mihály angyallal már nem tudnak mit kezdeni a szellemek. Odaérsz a 101-hez, akkor már puk, felrobbannak. Whatever that means, man. Bármit is jelentse. Okay. Amara Meimar. A Meimar a következőt mondta. Amrani ristinu de nasimka svanin. Most jönnek a boszorkányok. Azt mondta nekem a feje, a főnöke a boszorkányoknak. Hajman de pagabeu de nasimka svanin. Ha találkozol egy boszorkányjal, akkor néma hachi, mondd neki azt. Haréha misa bedikulla bezája lepumájhu nisi de harájsa. Forró bélsár, azt mondja, kellene jól mondani? Van egy másik kifejezés is. Oké. Forró bélsár szakadt kosárban. Oké. Folló bélsár szakadt kosárban, szakadt és lyukas kosárban a szátokba. Ti, gonosz boszorkányok. Mondd ezt nekik, karakkereráihi, adja az Isten, hogy kopasszon meg titeket, és parakparakáihi, és vigyen el titeket úgy a szél, mint ahogy a kenyérmorzsát elviszi. Ha ezt elárulta neki a boszorkány, a főboszorkány, ha ezt mondja, ja, még folytatni kell, bocsánat, még nincs vége, mit kell mondani. Ibadgurtevlunájhi, adja Isten, hogy legyen szétszórva az összes fűszeretek, párha zikonemúj rákohát dátodenak titu, és új kárkum, hogy mondják kárkum? Egy fűszer. Koriander? Lehet? És új koriander, amelyet fogtok a kezetekben, a fűszer, gondolom, hogy fűszereket, meg ilyen leveleket használtak a varázsláshoz a boszorkányok, ezek mind vigye el a szél. Adhanani, vechananachi, loja sziszi legoj, hastada sziszi legoj, karchani vechananachi. Amíg a Jóisten rám vigyázott, addig őrizve voltam tőletek, most viszont hogy közöttekkel jöttem, tudom, hogy az Isten könyörülete rajtam lecsökkent, vagy valami ilyesmi. Okay. Remélem, jól megjegyeztük, hogyha találkozunk egy boszorkányjal. Nem ritka, de találkozunk egy boszorkányjal. Biztos recept, többet nem fog vele találkozni. Okay. Azt mondja a Talmudban, már rovaló egy kabri a zugi. Izraelben egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a páros problématikával. Szóval ugye ebben az időben már Babilóniában éltek zsidók és Izraelben. Talmud azt mondja, Izraelben nem, ez az egész ez nem létezik. Rav Dimibe de Harda Kapi, a Filo a Rusma de Chovisa. A másik oldalról viszont Babilóniában annyira komolyan vették ezt a problémát, hogy Rav Dimi még arra is ügyelt, hogy amikor lepecsételte a hordóbort, akkor arra soha nem írt páros számot. Gondolom, hogy megszámozták a hordókat, csak páratlan számmal számozta a hordókat. Have uvda o pake chavisa, és egyszer elfelejtette, és mégis ráírt egy páros számot, és szét is robbant a hordó. Kipukkadt a hordó. Most jön a lényeg. Ugye, mert mit mond a Talmud? Azt mondja, klala de milsa. Mi ennek az egésznek a lényege? Kol de kapit, kapdi behadei. Aki erre figyel, arra figyelnek. Aki ettől tart, annak van tartani valója. Ude loj kapid, loj kapdi behadei.
De aki nem tart ettől, annak nincs tartani valója. Érdekes, nem? Mi a dolog lényege? Mi a vége a sztorinak? Minden fejbe dől el. Ha valaki reszket a páros dologtól, mert annak valami misztikus magyarázatot gondol, azt gondolja, hogy nem tudom, mi fog történni, akkor tényleg fog történni. Magára hozza a bajt. Ha nem foglalkozik fel, akkor nincs semmi baj. És ez egy híres mondás. Kol de kapit kap de behadej. Aki ettől tart, annak van tartani valója. Aki nem tart tőle, annak nincs tartani valója. Híres mondás. Ez megmagyarázza egy kicsit az összeset, amit eddig mondtunk. Egyrészt megmagyarázza, hogy mi az, hogy Izraelben, ez csak az én gondolatom, amit most mondok, de hogy Izraelben nem tartottak ettől, Babilonában igen. Igen, Babilonában volt egy rossz kulturális behatás a környező társaságból, ahol ez biztos, hogy nagyon elemi része volt annak a bálványimádó kultúrának, ahol éltek. Izraelben ezzel nem foglalkoztak. Most, és van még egy magyarázat. Van egy kérdés. Általában itt olyan részletekbe megy bele a Talmud, olyan gyakorlati részletekbe, ami fölveti annak az esetőségét, mint egy halachikus kérdésről legyen szó. Hogy a halachában akkor azként benne kéne, hogy legyen, hogy kettesével nem szabad bort inni. Vagy mit tudom, 10 fölött már lehet, de 10 alatt nem. Meg ilyen részletek. De ez nem szerepel a Shulchan Aruchban. Nincs ilyen. Az egész dolog nem szerepel a Shulchan Aruchban. A Toszfot azt mondja, hogy ez ma már, ami a Toszfot idejében volt, de beszélünk 6-700 évvel ezelőtt, ma már ez ilyen nincs, ez nem kell foglalkozni, az emberek nem foglalkoznak, és a Toszfot azt mondja, amíg foglalkoztak ezzel az emberek, amíg ezzel erre figyeltek, ettől tartottak, addig volt tartani valójuk, ahogy majd mondjuk. De ma már nem tart ettől senki. Tovább megyünk, van egy magyarázat, most nem teszem be, hogy ki, aki az megmagyarázza, amit az előbb, amivel kapcsolatban az előbb mondtam, hogy nem akarom spoilerezni. Ugye mi volt a kérdés, hogy a 8 az probléma-e, a 7 az probléma-e, vagy bocsánat, a 6 az probléma, a 4 az probléma-e, ugye? És volt egy első jelenség, a 8 az már nem probléma. Miért? Mert a 7 nem adódik hozzá. És jött egy másik, hogy nem, a 6 sem probléma, mert az 5 nem adódik hozzá. Jött a következő, a 4 sem probléma, mert a 3 nem adódik hozzá. Ez egy gyönyörű magyarázat. Azt mondja, itt nem arról van szó, hogy vitáztak, arról van szó, hogy vannak bizonyos, az egyszerű nép számára ezek a babonák, ezek megdönthetetlenek voltak. Annyira meg voltak győződve ezeknek a jelentőségéről, hogy a rabbik úgy látták, hogyha hogyha ezt teljesen kiveszik, vagy teljesen delegitimálják, egyszerűen nem fogják az emberek elfogadni. Igazából ez az egész, hogy a 10 az már nem probléma, a 8 az nem probléma, a 6 az nem probléma, ez egy pszichológiai kezelése volt a népnek. Ismertek azt a híres történetet, a Reb Nachman Breslev, a breszlevi Reb Nachman mondja, hogy volt egyszer egy király, és a királynak volt egy fia, és megbolondult szerencsétlen. Mi volt a fiúnak a gondja? Hogy kitalálta, hogy ő egy csirke, egy kakas. És lement az asztal alá, és ott kapargatott, és nem lehetett meggyőzni, hogy ő nem egy kakas. És jöttek a legkülönbözőbb pszichológusok és orvosok, és próbálták meggyőzni. Végül a rabbi, hallotta a király, hogy van egy okos rabbi. És te segíts nekem, mert nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Rabbi azt a semmi gond, hívjál meg az ebédre. Meghívta az ebédre, és leült mindenki az asztalhoz, a fiú és elkezdett kapargatni az asztal alatt. Mit csinált a rabbi? Lement ő is az asztal alá. Ő is kapargatott. Na nézze, azt mondja a gyerek, azt mondja, mit keresek? Mi az, hogy mit keresek? Én is kakas vagyok, nem csak te. A király meg megbolondul. A rabbit azért hívta, hogy meggyőzze a fiát, hogy ne legyen kakas, és erre ő is kakas lett. Azt mondja, a rabbi várt ki a végét. Azt mondja a fiú, kakas vagy? Kakas? Igen, nem csak te lehetsz kakas, én is kakas vagyok. Oké. Jó, folytatják. Másnap megint jött a rabbi, megint találkoznak az asztal alatt, kapargatnak. A rabbi hoz egy tányéron egy kaját. Azt mondja, mi ez? Nem érsz, hogy milyen tányéron az étel. Azt mondja, de hát kakas vagy. És ki mondta, hogy kakas nem lehet tányérról? Az igazi kakasok tányérról esznek. Tényleg? Akkor én is kérek egy tányérról. Oké. Következő nap megint jön, hozott késtvillát. Késvillával eszik egy kakas? Kérdezte a fiú. Hát persze, nem tudta, hogy a kakasok késvillával esznek. Ja, tényleg? Oké, akkor én is kérek. És utána itt leült az asztal, hát volt, miért nem jössz le az asztalá? Az igazi kakas az asztalnál eszik. Tényleg? És visszaült az asztal. És a végén nem arról győzte meg, hogy ő nem kakas, hanem arról győzte meg, hogy egy kakas is lehet normális.
Viselkedhet úgy, mint egy ember. Szóval ez itt a teszőm kezd találkozni. Mit is erről van szó? Látták, hogy arról nem lehet meggyőzni őket, hogy a páros, ez az egész páros dolog, ez egy légből kapott butaság. Erre nem tudták meggyőzni. Erre mit csináltak? Azt mondták, a 10 fölött már nincs gond. És mondtak valami misztikus hivatkozást, hogy miért nincs gond. Jött egy következő, akkor az elfogadta a nép. Ó, tényleg, a 10 fölött már nincs gond. Jött egy következő nemzedék, azt mondta, a 8 fölött már nincs gond. Aha, 8 fölött. Aztán jött egy következő nemzedék, a 6 fölött már nincs gond. És így szalámizták le a népből ezt a hiedelmet. És a végén azt mondja, a Tosfot már nincs senki, ez nem foglalkozik. És azt mondja, call the kapit makvedinembe. Aki, kinek van ezzel gondja, az, akinek, aki ezzel foglalkozik. A kettő nem tartanak, ahogy a kettő nem lesz semmi baja. Érdekes nagyon. Okay. Ennek fényében akkor még a hátrálevő részt így olvassuk. Ki azt mondja, Dimi... Ja, és ez magyarázat arra, bocsánat, hogy a Shulchan Aruch miért nem említi ezt az egészet. Ez mutatja, hogy ez nem egy valódi probléma. Itt nincs egy valódi, ennek nincs semmi valóság alapja, mert különben benne lenne a Shulchan Aruchban. Ki azt mondja, Dimi, Amás, Tejbeici, Mustéga, Izimstéki, Súnybe, Dabaráher. A Lachana, ma is semmi színány. De Dimi azt mondta, amikor megérkezett Babilóniába, figyeljetek, igazság az az, hogy általában a párossággal nincs probléma. De van 4 olyan dolog, ahol van probléma. A 2 tojás, a 2 dió, a 2 cukkini, és még valami. Nem tudták, mi az... Ja, és ez a 4 típusú dolog, itt probléma a páros szám. Milyen probléma? A lakalama is mi színálja, mert Mózes mesterünk itt tanította a Sinai hegynél. Mi sztápkele orában, máj ninhu davaráhe. A rabbik viszont nem tudták, hogy mi a negyedik dolog. Mert mit mondott? Azt mondta, a tojás, a dió, a cukkini és még valami. De mi az a még valami? Ez a biztonság kedvéért, de gazorában, de kunuzugi. Azt mondták, akkor minden. Nem tudjuk melyik, akkor minden. Mi sum davaráhe. A hadámlan asszalon támja sita árba, én bajom is a zugi, hogy ámlan engem az ikinem, minden kisafina, finom, tuban, nem kell semmi. Térjünk vissza ahhoz, amit mondtunk korábban, hogy a 10 fölött nem probléma, a 8 fölött nem probléma, a 6 fölött nem probléma, a 4 fölött nem probléma. Ez mind-mind csak a szellemek károkozására vonatkozik. De a mágiában ott probléma. Filó tuva nem ikhaisen ki, ha de ugábra de garsolid visszajú, az la inszibile hemvas, egy nagyon zaftos történet. Volt egy férfi, aki elvált a feleségétől. És a feleség hozzáment, a elvált asszony, hozzáment egy inszibile hemvona, hozzáment egy kocsmároshoz. Kol jöma háve azél ve sasszikhamra. A régi férj minden nap megjelent a kocsmában, és ivott, ott egy pohár bort. Háve, és... szóval ivott egy pohár bort. A háveka avdalék safim, és erre az asszony próbált mágiával urrá lenni a volt férje fölött, mert nagyon utálta a volt férje, gyűlölte a volt férjet, és valami kárt akart neki okozni, és ő ott volt a kocsmában, a férjét próbálta szugerálni mágiával, de nem tudott urrá lenni rajta szugerálással. Jaj, ma, háda, isti tuva. Egyszer jött a volt férj, és jól beivott. És elfelejtette, hogy mennyit ivott. Már nem számolta a párosokat. Átsiszer hávet szalvíz derbenapsej. Itt jön a terészed, András. 16-ig még számolt. 16 pohárig még szám, rosszul emlékeztem, egy rabbi volt, egy sima ember az. Az 16-ig még számolta, hogy ne legyen páros. De utána, mikám ve élek lai havicca elvele ízdöbenepség, utána elvesztette a fonalat, már számolni se tudott, és nem tudta, hogy hányadik pohárnál tart. Erre ezt kihasználta az asszony, és amikor egy páros pohárhoz ért, afkitejbe zuga, akkor megszugerálta, mert éppen párossal volt. És akkor ez, mit látunk ebből? Ki havi azért gázbeha utája, amikor kiment a kocsmából, gondolom kitántorgott a kocsmából, amelé találkozott egy arabbal, és az arab azt mondta neki, gávrak tilohuda azilak, azt mondja, nézd rá, ez egy halott ember, aki itt megy.
lehet, hogy azért mondtam, hogy csak nagyon sokat ivott. De nem, meg volt szugerálva még ráadásul. Azt mondta, az arab már ránézett, az már egy fél halottnak tűnt. Ez egy ilyen, hogy milyen tetsz, nem tetsz halott, amikor valaki él, de úgy néz ki, mintha halott lenne, erre van egy kifejezés. Élve halott, vagy nem tudom. Hogy? Ez egy élő halott. Olyan rosszul nézett ki, annyira megszugerálta a volt felesége. Mit csinál? Azil chapkele dikla. Úgy megért az illető, hogy rögtön szembe jött vele egy pálmafa, azt átölelte. És olyan rossz energiák voltak a fickóban, hogy amikor átölelte azt a fát, amit átölelt, szávach dikla, a fölkiáltott a fa, pakalé, és kipukkadt. Meg eltört a fa. Olyan rossz energiák voltak az illetőben. Bármi is van, akkor látjuk azt, hogy itt a 16 fölött volt már, szóval jóval 10 fölött, és mégis meg tudta szugerálni a volt felesége. Akkor ebből látjuk, hogy a mágiának mégis van ereje a dupla számokban a 10 fölött. De nem a szellemeknek. A mágiának van, a szellemeknek nincs. Bármit is jelentse. Amarába vira, ka arra ész, veki karra ész, én balmi sum zuga ész, ehhez tette hozzá a vira, hogy a tányéroknál, a zsömléknél nincs probléma a páros számmal. Klala de milsa kolse gamru bide adam, én balmi sum zuga ész, gamru bide, és a máj mile minej de meichal hajsinam. Az alapelv az a következő, minden olyan étel, ami emberi kéz által készül, ott nincs probléma a párossággal, olyan étel, ami Isten, a természet adta, egy gyümölcs, a bor, stb. A bor, azt nem értem ki, mert az is az emberi kéz által, nem értem akkor, hogy pontosan az hogyan lehetséges. De minden esetre ott van probléma. Hanuisz, én bajom is umzugaisz. Ha valaki a boltban iszik, akkor ott nincsen páros, nem értem, hogy mit jelent. Nimlach, én bajom is umzugaisz. Ugyanúgy, ha valaki ivott, aztán abba hagyta, aztán meggondolta magát, és újra kezdte, ott sincs probléma a párossal. Hogy reáhén van misum zugaiz, a vendégeskedésben lévőnél nincsen probléma a párossal. Isain van misum zugaiz, egy nőnél eleve nincs probléma a párossal, hogy egy nőnek nem kell tartani a párosoktól. Ha ez egy fontos nő, akkor talán kell tartania, de egy sima nőnek. Nem. Amar av chinene brendrav isua ispargus. Mit starref le tajba, vagy mit starref le tajba. Emlékeztek a Spargusra? Spargus tanultunk a Brachot traktátusban, ez egy ilyen hashajtó ital volt, amit káposztával és borból készítettek. És emlékeztek, hogy volt, hogy reggel issza, és hogy lehet-e inni, nem lehet inni, milyen áldást kell mondani. Mindenesetre ez az Spargus, ez a hashajtó ital, ez mit starref le tajba, ez javítólag hozzáadódik a korábbi vagy későbbi poharakhoz, rontólag nem. Ha ittam egy pohár ispárgust, és utána iszok egy pohár bort, akkor az dupla lenne, akkor ott nem adódik hozzá, akkor nincs probléma. Ha viszont ittam két pohár bort, akkor hozzáadódik, mert ha nem adódna hozzá, akkor lenne probléma. Amara vinem is mejde rave zugele humre, va amrile zugele kule. Mi van akkor, kérdezi, mondja a vina, hogyha valaki nem tudja, hogy most ivott, hogy párosot ivott vagy se. Igyon még egy poharat, vagy ne igyon még egy poharat? Van, amikor kell, hogy igyon, van, amikor nem kell, hogy igyon. Omer a vészef, trejde, hámra, vagy hárde, sikra. Azt is mondta a vészef, hogyha két pohár bort ivott, és egy pohár sört, akkor az nem adódik össze, de két pohár sör és egy pohár bor az összeadódik, és az az alapel, zák, lal, kalame, huberloj, mina, hamur, mi menno, tome, mint a kálmú menőt tahar. És az alapelv itt az az, hogy minden olyan dolog, ami a tisztaság, tisztátalanság esetén hozzáadódik a kisebb dolog, a nagyobb dologhoz, hogy azáltal, hogy tisztátalanná váljon, mondjuk egy ruhadarab, egy másik ruhadarabhoz, akkor az itt is az ivásnál is hozzáadódik, ami pedig nem adódik hozzá, ha pedig, mit akar ez mondani, hogy amikor tisztaság, tisztátalanság szabálya van, akkor ha egy kis dolog hozzáadódik egy nagy dologhoz, és így lesz meg a nagy dolognak az az alapmérete, amitől tisztátalanná válik, amitől már olyan méretől tisztátalanná váljon, mikor számítjuk hozzá kicsit a nagyhoz, ha a kicsi a fontosabb, és a nagy a kevésbé fontos. Mondjuk egy kis darab lenruha,
egy nagy darab zsákruhához hozzáadódik, de egy kis darab zsákruha egy nagy darab lenruhához nem adódik hozzá. Ugyanígy a sör hozzáadódik a borhoz, de a bor nem adódik, ja, bocsánat, a bor hozzáadódik a sörhöz, de a sör nem adódik hozzá a borhoz. Tehát, hogyha két pohár sör és egy pohár bor, akkor a bor hozzászámítódik, és az három. Ha viszont két pohár bor és egy pohár sör, akkor az nem adódik hozzá. Amarav nachman, amar rav trei kamo tako vechada tako mitztárfa. Ha valaki ivott két pohárral azért, hogy leült az asztalhoz, és aztán az asztalnál ivott még egy poharat, akkor az hozzáadódik. Hogyha ivott egyet előtte és kettőt az asztalnál, akkor az nem adódik hozzá. Más képzelem, sárse atuan, mert a kuni takokkaba inon, mint a kuni gábreba inon, a gábreka, ami takeme kai, mert azt mondta rá, sárse, mi ebben a logikát, nem mindegy, hogy hol itta, hogy állva itta, hogy az asztalnál itta, nem az asztalnak szól a páros, vagy a páratlan, hanem az embernek, de kulál, mert trejá táka, ve hádele batarták, a rajmit sztárfi, abban mindenki egyetért, viszont, hogyha valaki két poháron írtatta poháron az asztalnál, és egyen az asztaltól fölkelve, akkor az nem adódik össze, kell hú májszed Rav Nachmeni, mint ahogy azt Rabbah Nachmeni történetéből ismerjük. Történetet holnap fogjuk kifejteni. Köszönjük szépen! Idáig tartott a mai tanulás, kellően tartalmas volt. A misztikából, mágiából való továbbképzés folytatódik holnap reggel, ugyanígy, ugyanitt. Köszönöm szépen mindenkinek!